esőnek, hónap fellegetnek, és nincs ború, örökké való. A víz szarad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska is rágja le a vetést, ha vakon túlja is a gyökeret. A világ fölött örködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híresem lesz ekkor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a bérző csomból virradó tavaszra új erdős adjak győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókézi szent jóvátétellel hasznos agyaká vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevel. Ha egyenlővé teszik is a földet, nemzedéknek örváltásaim, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az elkölcs ősi hófehér közére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kövéves kelemen, ki nem hamugol, és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevel. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a pályás űzés annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol, fönn a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Mikasztják már az éppen föntalosták, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lézen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mit vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Repülök, és mosolyom a földre elvetem. Magasság,
E fénypillamot jobban kedvelem. Megyek haza, szabadságom csak egy-nehány nap, aztán újra délre szállok, mint a madarak. Aztán újra visszajövök, s itthon maradok. Ez a föld az én éltetőm, én itt dobogok. Nincs erő, mely irányomat eltéríteni, szívem, mint a csillagoltól húz hazafelé. Köszöntsem Önöket, immár negyedszer a Vámbéri
napok keretében, és ezek a vándéri napok mindig jelentősek és különlegesek iskolák életében, tehát idei év még különlegesebb, hiszen idén először üdvözölhetjük körünkben Szlovákiából, Dunaszerdahelyről érkezett testvériskolán képviselőit, a nagyon sok tanuló és az őket kísérő pedagógusokat és iskolavezetőket. Tehát köszöntöm őket, hisz ez azt mutatja, hogy itt vannak köztünk és együtt vagyunk, hogy sikeres az együttműködés, jól dolgozunk együtt. Én mindenkinek csak annyit tudok kívánni, hogy a következő időszakban, ami még a tanévből hátra van, érezze nagyon jól magát, vegyenek részt a programokon, de hát mielőtt ilyen kívánhat az ember, itt mindenképpen meg kell nyitni ezt a fesztivált. A fesztivál megnyitására fölkérem Deák Istvánné országgyűlési képviselőt, kérem hallgassák meg. És egy kis segítséget hoztam magammal. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos mai napon, elsősorban a diákokat és minden kedves vendéget, a helyieket is, és természetesen a kedves vendégeket is. Negyedik alkalommal gyűltek itt most önök össze, hogy a vándéri napok programsorozatát megindítsák, és ahogy én megismertem az előző alkalmak programjait, azt láttam, hogy egy nagyon széles programsorozat vár a gyerekekre. Együtt a pedagógusokkal olyan iskolai programok, amelyek azonban már negyedik alkalomra kinőtték az iskolát, és egy kicsit térségivé váltak, és azzal, hogy nemzetközi vendégek is vannak, már azokat a falakat is nyitogatja ez a település, ami szűk lett volna ennek a településnek kistérség, és nemzetközi vendégekkel együtt már nemzetközivé vált tulajdonképpen ez a rendezvény. Ez azért nagyon nagy dolog, mert egy ilyen kis településnek a korlátai, a földrajzi adottságai sok esetben meghatározzák azt a szakmai színvonalat, amit egy intézményben meg lehet csinálni, és ez az iskola rácápol arra, hogy ezek a korlátok bizony kinyithatók, kitágíthatók, és akár nemzetközivé is válhat. Ez nagyon jó üzenet a magyar oktatáspolitikának, és bízrakodás az irány, hogy igen, jó úton járunk, szükség van a kis településekre, szükség van a kis települések iskoláira, hiszen ott olyan értékek teremnek, olyan eredmények teremnek, amelyek támogatandók, amelyek tovább vihetők. Az a program, amivel mi most a kistérségek iskoláit, a kis települések iskoláit támogatni szeretnénk, éppen ezekre az eredményekre épülnek. Ennek jegyében, és bízva a jövőben és a jövő sikerében, ezt a fesztivált megnyitom. Gratulálok Önöknek az eddigi munkájukhoz, sikereikhez, és kívánok további nagyon szép ünneplést, sikereket, sok-sok eredményt a gyerekek és a diákok életében. Köszönöm szépen! Kedves vendégeim! Eredeti nagy hirdetésekre és értékelésekre kerül sor. A vámbéri szavalóverseny értékelésére felkérem Somogyénél Lukosi Mártát, iskolánk nyelvi és kommunikációs munkaközösségének vezetőjét. Kedves vendégeink, a vámbéri szavalóversenyre 2006. május 23-án került sor iskolánkban. A vámbéri napoknak ez egy előzetes programja volt. Három kategóriában neveztettek a tanulók. 3., 4., 5., 6. és 7. 8. osztályos kategóriában. Nagy örömünkre szolgált, hogy az eddigi évektől eltérően nem csak a kistérség iskolái, hanem a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin magyar tannyelvű alapiskola diákjai is jelen voltak, és szép eredményeket értek el. A zsűri tagok két korcsoportban, illetve két helyen értékelték a tanulókat, két zsűri előtt zajlott a verseny, külön a 3., 4. és külön 5.-től 8. osztály két kategóriában. A tanulóknak kellett készülniük egy kötelező verssel, természetesen minden kategóriában más volt a vers, de hasonlított annyiban, hogy mindegyik a szülőktől közben a hazához való kötődést fejezte ki. Az egyik kötelező verset az imént hallottuk Nagy Katalintól.
Én most díjakat átadni már nem szeretnék, és a díjátadás megtörtént. Csak annyit mondanék az értékelésről, hogy a zsűri teljesen pártatlan volt. Zirc, Borzavár és Bakony Csernye dolgozó, illetve nyugdíjas pedagógusait hívtuk meg. Olyanokat, akik a résztvevőket nem ismerték. A gyerekek sorszámmal versenyeztek, és a öreg beazonosítása csak akkor történt meg, amikor a zsűri a döntését meghozta. Én most szeretném kategóriánként elmondani a győztesek nevét, és én nagy tapsot szeretnék kérni nekik. Harmadik, negyedik osztályban első helyezett lett Pálinkás Nikolett, Vámgyéri Általános Iskola Csetény. Második helyezett Bertalan Viktória, Vámgyéri Alapiskola, Dunaszerdahely. Harmadik helyezett Kati Nikolett, Villax Ferdinánd Általános Iskola, Kolozsvár. A zsűri ebben a kategóriában két külön díjat is kiadott. Az egyiket Ábrahám Anikó kapta, Borzavári Általános Iskola tanulója. A másikat Horváth Kinga, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Iskola tanulója. Az 5.-6. osztályosok között első helyezést ért el Szabó Flóra, Vámgyéri Alapiskola, Dunaszerdahely. Második helyezett lett Kácz Viktória, Vámgyéri Alapiskola, Dunaszerdahely. Harmadik helyezést ért el Nagy Katalin, Csetényi Vámgyéri Iskola tanulója. 7.-8. osztályosok között az első helyen két tanuló osztozott, a zsűri nem tudott dönteni. Az egyik első helyezett Reska Szimona, Vámbéri Általános Iskola Csetén. A másik első helyezett Vas Anna, Vámbéri Alapiskola, Dunaszerdahely. Második helyezést ért el Albert Szabina, Vámbéri Iskola Csetén. A harmadik helyezett lett Rácz Viktória, Vámbéri Alapiskola, Dunaszerdahely. A Csetényi és Dunaszerdahelyi Általános Iskolákon kívül Borzavárról, Dudarról, Jászról és Olaszfalból is érkeztek tanulók, és én most ezúton is szeretném megköszönni a tanulók munkáját is, valamint felkészítő tanáraikét is, és további szép sikereket kívánok. Köszönöm szépen! Kérem György Lászlónét, az iskolánk alsó tagozatos munkaközösségének vezetőjét, ismertesse a meseíró pályázat eredményét. Kedves vendégeink, ebben a tanévben az alsó tagozatosoknak egy kis meseíró pályázatot hirdettünk meg. A harmadik osztályosoknak az volt a feladata, hogy egy megkezdett mesét kellett folytatni, a negyedik osztályosok pedig azt a feladatot kapták, hogy meseszereplőket kaptak, helyszíneket és mesébe ülő tárgyakat, és abból kellett szép mesét alkotniuk. Nagyon sok szép mese érkezett a környékbeli iskolákból is, meg még egy kicsit kilépve a megyébe, örömünkben Szentpálról is, és még távolabbról Dunaszerdahelyről nagyon sok szép mese érkezett. Az alsó tagozatos nevelők 6 fő, olvasták a szeretettel ezeket a meséket, és igazán nagy kedvünkre voltak. Ezeket a meséket nem úgy díjaztuk, hogy első, második és harmadik helyezett, hanem a sok-sok szép meséből kiemeltünk 18 mesét, a leges, a jobb közül is a legjobbakat. És ezeket szeretnék most díjazni, és az ügylétüknek átadni, remélem itt vannak a díjazottak. És ezen felül egy kis könyvecskében megjelentettük ezt a sok szép mesét, amit itt tartok a kezemben, és hogyha a vége van, leveszem itt az asztalra, megnézhetik a kedves vendégeink is, de minden iskola meg fogja ezt kapni, akik részt vettek ebben a meseíró pályázatban. Nagyon szép illusztrációk is készültek a meséhez, kértük a gyerekeket, hogy a legkedvesebb jelenetet rajzolják meg. Nagyon sok szép rajz érkezett hozzá, ezeket is lefűztük, bent vannak ebben a kis mesekönyvecskében, és azt a címet adtuk, hogy a mi meséink. Úgyhogy azt már szeretettel átadom az iskoláknak, most pedig szeretném, hogyha meghallgatnánk a díjazottakat. Köszönöm szépen! A díjak átadás
tanulására felkérem Kovács Lajos intézményvezetőt. A harmadik osztályosok közül Fogoltozki Enikő Duda, Lempa András Dunaszertalány, Tenzinger Réka Dunaszertalány, Szabó Kinga Dunaszertalány, Szigeti Zsófia Dunaszertalány, Takács Szabina Csetén, Kisotki Patrícia Csetén, Marga Nóra Csetén, negyedik osztályosok közül Ambrus Viktória Dunaszertalány, Ehrenberger Lilla Szápár, György Eszter Csetén, Hege Petra Csetény, Hegyi Erika Dudar, Kovácsi Barbara Dunaszertalány, Nagy Zsabia Csetény, Szella Lóra Dunaszertalány, szintén Zoltán Szentgál, Tóth Réka Csepény, felkérem Valláné Kovács Annát a Rökül Lelkem Keresztben Hazámat című rajzpályázat értékelésére. Kedves vendégeim, a Rökül Lelkem Keresztben Hazámat című kísérségi rajzpályázatra 427 alkotás érkezett be. Ez a motto, hogy rökül lelkem keresnek hazámat, nagyon sok hazaszeretetet akar, egészen a mi falunktól, a mi bakonyunktól, a mi Veszprém megyénktől, a mi iskolánkig, a mi utcánkig, az otthonig, a szülőházig. A zsűri elnöke Szűcs István, a harmadik Béla gimnázium tanára, művészet vezető tanára volt, és a díjak, amelyeket átadok, a iskolánk szivárvány alapítványnak alapítványnak a finanszírozásából jött létre. És akkor kérném szépen a díjakat, hogy a speaker olvassa fel. A díjak átadására felkérem Deák Istvánné országgyűlési képviselőt. Óvodás kategóriában első Somogyi Marianna Dunaszertalány. Második, mennyire tagáltatna a szertelány?
Dóra Szápár. És szintén harmadik ring, Claudia Bakonszent király. Az első-második osztályos kategóriában első Hege Péter Csetény. Második Viola Bálint Csetény. Harmadik Píver Rebeka Róza Dunaszerzsanek. Harmadik, negyedik osztályos kategóriában első Fordyik Attila Szápár. Második György Eszter Csepény. Harmadik Pálinkás Nikolás Csepény. Negyedik Hubert Nikolás Dudar. Ötödik Eső Gábor Nagy Esztergár. Ötödik, hatodik osztályos kategóriában első Csíkszer Ákos Nagy Esztergár. Második György Henry Atta Csepény. Harmadik Hartner András Nagy Esztergár. Negyedik Jakab Rihárd Csepény. Ötödik Tóth Huba Csepény. Hetedik, nyolcadik osztályos kategóriában első Szolga Brigitta Nagy Esztergár. Második Nagy Terézia Olaszfalu. Harmadik Troják Szabina Csepény. Negyedik Rábai Dalma Csepény. Ötödik Horváth Krisztina Tudor. Díjat nyert Szolga Brigitta 8. osztályos Nagy Esztergára. És György Henriette 5. B-osztályos Csepényből.
Két felkészítő pedagógus, akinek tanítványai kiemelő eredményt értek el, Balogh Gyuláné tanárnő Nagy Esztergál és Erős Viola volt a pedagógus Dunaszerdán. Kedves vendégeink, megköszönöm a Vámbéri Napok megnyitóján való részvételüket, kérem tekintsék meg kiállításainkat. A Vámbéri Napok programjához minden résztvevőnek tartalmas időtöltést kívánunk.